Sziasztok! Na, durván 4 hónap után csak sikerült rávennem magam a folytatásra. Bizony, ez itt az Unaffected-es videóban bejelentett videó, amit már annyira vártatok. Nézzük meg együtt, hogy melyek ezek a megcélozhatatlan párbajszörnyek. Mielőtt a listázott szörnyekre térnék, egy különleges esetet ki szeretnék emelni. Ezek pedig a hatalmas Earthbound immortál lények. Aki látta az 5D-es animét, annak biztos, hogy melengetik a szívüket hasonlóan, mint nekem, számomra is nagyon kedves emlékeket idéznek fel, persze nem az animében látottak után, mert ott kisiánál pusztították a világot, hanem mert nagyon nosztalgikus időkből származnak. Azért kerülnek bele ebbe a videóba, mert a képességükben mindegyiknek szerepel, hogy nem lehet őket támadásra megcélozni. Ez viszont nem feltétlenül az a hatás, ami minket most érdekel, úgyhogy maradjunk a képességekkel célzásnál, térjünk is rá a listára. Lady Labyrinth of the Silver Castle. Na hát természetesen nem is kezdhetnénk mással, mint éppenséggel a lista legújabb kártyájával, ugye ez a Darkwing Blastben jelent meg gyönyörűséges Secret Rare kártyaként. Egyébként az ára az 6,5 eurótól kezdődik, úgyhogy bizony a labirint az egy igen értékes archetype-nak számít. Képessége úgy szól, hogy amíg irányít a szetelt kártyát, az ellenfél nem targetelheti ezt a kártyát kártyaeffektekkel, és nem pusztítható el az ellenfél kártyaeffektjei által. Ez azért kemény protekció. Ennek a kártyának minden képességét körönként egyszer használhatod. Hogyha egy labirint kártya vagy effekt, vagy egy normál trap aktiválódott ebben a körben, kivéve ennek a kártyának az effektjét, quick effect, speciálisan megidézheted ezt a kártyát a kezedből védelmi pozícióban. A másik képessége pedig, hogyha egy normál trap aktiválódik, szintén quick effect, szetelhetsz egy más nevű normál trappet, mint az a normál trap volt közvetlenül a pakliból. Nem néztem még annyira utána a labirintoknak a működéséhez, de hogyha ezek így össze-vissza kombózzák a normál trappeket, akkor eléggé brutálisan hangzik. És nagyon jól is néznek ki. Az első megjelenésükben egyébként egy kicsit csalódtam, mert nagyon sok olyan kártya jelent meg hozzá, amin egyáltalán nem emberi formációk vannak. Nekem pedig természetesen ezek a gyönyörűséges waifuk jönnek be belőle. De ki tudja, egyszer lehet, hogy belevetem magam a pakli működésébe is. Cosmo, Dark Destroyer. Na, hirtelen az új időkből azonnal visszaléphetünk a régebbi pendulumos formatokra, bizony, ez a kártya először a Dimension of Chaos-ban jelent meg Secret Rare-ként, ennek a változatnak a price rendje egyébként 25 euró, szóval egyáltalán nem olcsó, de azóta egyébként voltak reprintjei, szóval hozzá lehet jutni. Hogyha ez a kártya normál vagy speciálisan idéződött, válassz egy szörnyet a mezőn, pusztítsd el. Az ellenfél nem targetolhatja ezt a kártyát kártyaeffektekkel. Hogyha ez a kártya elpusztul csatában vagy kártyaeffektel és elmegy a temetőbe, banisolhatod ezt a kártyát a temetőből, speciálisan idéz meg egy level 7 vagy kisebb Cosmo szörnyet a pakliból. Bizony ez a kártya egy nagyon fontos láncszem, ha Cosmo pakliról van szó. Nagyon erős volt akkoriban, eszméletlenül nagy metadek volt, most is elég jól lehet kombózni, és egyébként, hogyha ez a képesség, hogy nem lehet targetolni kártyaeffektel, feltétel nélkül szerepel egy kártyán, akkor az minden esetben egy nagyon erős kártyára utal. Mutant Beast. Nos igen, a Mutant kártyák is eléggé alul vannak értékelve ahhoz képest, hogy milyen brutális kombókra képesek. Ez a kártya Super Rare-ként jelent meg elsőnek a Phantom Rage boosterben, egyébként teljesen centes, viszont a képessége. Ezt a kártyát nem lehet speciálisan idézni, kivéve egy Mutant kártyának a képességével. Az ellenfél nem targetolhatja ezt a kártyát szörnyképességekkel. Hogyha az ellenfél aktivál egy varázskártyát vagy effektet, quick effect, banisolhatsz egy kártyát az ellenfél kezéből vagy mezőjéről, és ha ezt megtetted, banisold azt a kártyát, valamint hogyha ez a kártya az irányítója tér felén elpusztul az ellenfél kártyája által, akkor megcélozhatod az egyik banisolt mutant trappedet, és visszaveheted a kezedbe. Természetesen körönként csak egyszer használhatóak ezek a hatások. Úgyhogy igen, a Mutant is képes durva meglepetésekre, de ezzel azért nem foglalkozom tüzetesebben, mert ez majd a későbbiekben Arxius barátomnak a dolga lesz. Viszont az már egy elég nagy megtiszteltetés az archetype-nak, hogy egy ilyen kártya felkerült erre a listára. Hazy Flame Hydra.
Na, ez itt a másik összefoglaló koncepció. Jellemzően a Hazy Flame archetype-ba tartozó main monsteres szörnyeknek minden egyes képessége így kezdődik, hogy ezeket a kártyákat nem lehet más kártyaeffektekkel megtargetelni. Azért csíptem ki a Hazy Flame Hydrát, mert ezt a kártyát összesen egyszer adták ki commonként a Primal Origin-ban. Nagyon érdekes, hogy mennyire centes ahhoz képest, hogy abszolút nem volt neki még reprintje. Persze, valószínűleg nem ő a legerősebb kártya a Hazy Flame-ben, na de mindegy is, most ennek a videónak nem a pakli bemutatás a célja. Szóval ugye, ahogy az előbb elmondtam, ezt a kártyát nem lehet kártyaeffektekkel megcélozni, szerepel még egy olyan is a képességében, hogy nem speciálisan idézhetsz más szörnyet, csak is tűzszörnyet. Ha ezt a kártyát felhasználod egy Axis szörny megidézéséhez, akkor az a szörny megkapja az alábbi képességet. Amikor ez a kártya Xyz idéződött, választhatsz egy Hazy Flame szörnyet a temetődben, és becsatolhatod alá materiálnak. Bizony, a Hazy Flame-ek egyébként nagyon szép 6-os szintű Xyz stratégiával rendelkeznek, sokáig nagyon felnéztem rá, és van is ismerősöm, aki nagyon jól tudja használni őket. Chaos Daedalus. Nagyon szívmelengető a set egyébként, amiben ez megjelent, ugye a Toon Chaos. Ebből a setből az óriás bontásban összesen 3-at bontottunk, és kijött belőle egy Collector's Rare, úgyhogy sajnos nagyon keveset tudtam ebből a setből szerezni, mert pont lecsúsztam róla, de ez egy nagyon jó set volt. Abban egyébként Ultra Rare-ként és Collector's-ként is megjelent, és semmilyen más kiadása nincsen, úgyhogy ez a kártya 3 euró Ultra Rare-ként, a Collector's-ról meg ne is beszéljünk. Na de hogy miért is került fel a listára? Nem lehet normál idézni vagy szetelni, csak is speciálisan idézheted meg először a kezedből azáltal, hogy banisolsz egy light és egy dark szörnyet a temetőből. Hát ez ismerős hatás. Amíg van egy face-up mezőlap a pályán, az ellenfél nem targetelhet light vagy dark szörnyeket a térfeleden kártyaeffektekkel. Megtargetelhetsz annyi kártyát a mezőn, ahány field spell van a pályán, és banisolhatod őket. Hát ugye ezt gondolom maximum 2 lehetséges. Ennek a kártyának a képességeit is körönként egyszer használhatod. Nagyon érdekes, hogy ezt a lapot semmilyen ilyen Chaos Deck variánsban nem láttam használni, nyilván ugye a Chaos Dragon Leviathan-t meg ilyesmiket használnak helyette, pedig szerintem azért ő is megérdemel egy helyet valamilyen fun deckben, ja nem feltétlenül a kompetitív játékban, de nagyon érdekes, hogy mennyire egy alábecsült kártya lett. Ha nem haragszatok, kicsit beleszólnék a videóba. Azt tudjátok, hogy a Change of Heart miért számít rossz kártyának a mai formatokban, és hogy miért jöhetett vissza a banlistről? Igazából neki a képessége az majdnem ugyanaz, mint a TTT kártyának az egyike, csak rosszabb, mivel a TTT hatása nem targetel. Ezt jól vésétek az összetekben, nehogy benézzétek a versenyeken. Supreme King Dark. Fufu, na elérkeztünk a boss monsterek boss monsterjéhez. Igen, erre mondom azt, hogy ez bizony egy final boss. A Maximum Crisis cover kártya abszolút a setnek a fénypontja. Nagyon érdekes viszont, hogy Secret Rare-ként jelent meg benne, és 1-2 euró az egész. Nem nagyon volt neki egyébként reprintje ezen kívül, de nem is igazán használják. Volt idő, amikor ilyen Zodiac, Zephra mindenféle kombóval megidéztek belőle 3-at is. Ezt még a nagyon régi Hungry 7 részekben láthattátok is, de ez kompetitív szinten is működött, csak nagyon komplikált volt megvalósítani. Hát a megidézési feltétele az, ami eléggé kemény, ugyanis 4 sárkány kell hozzá, egy Fusion, egy Synchro, egy Xyz és egy Pendulum. Csak is fúziós idézni lehet. Hogyha ez a kártya speciálisan idéződött, pusztíts el minden kártyát az ellenfél térfelén. Ez a kártya nem pusztítható el az ellenfél kártyaeffektjei által, és az ellenfél nem targetelheti ezt a kártyát kártyaeffektekkel. Hogyha ez a kártya elpusztítja az ellenfél szörnyét csatában, speciálisan megidézhetsz egy Supreme King Dragon szörnyet a deckedből vagy az extra deckedből. Hogyha ez a kártya a szörnyzónában elpusztul csatában vagy kártyaeffektekkel, akkor ráteheted a pendulum zónádra. Hú, na igen, ez ám a tartalmas képesség. Nagyon brutálisak ezek a supreme dolgok, hogyha nem lenne ilyen bonyolult meg komplikált az egész, én nagyon szívesen játszanám. Az Arc 5-ban is imádtam ezt a plotot egyébként, meg ez az egész koncepció valahogy engem nagyon megmozgatott, tehát tényleg gyönyörű ezek a metódus sárkányok, meg minden az abszolút overbossság, tehát tényleg nagyon tetszik az egész. Ennek a kártyának már így is brutális protekciója van, képzeljétek mi lenne akkor, hogyha még unaffected is lenne. Egyptian Gaslime.
Fuf, na ez meg a másik nagyon durva boss monster. Egy szintén számomra eszméletlenül kedves boosterben jelent meg, a Rage of Ra-ban. Akik már azóta néznek engem, azok gondolom sejtetik, hogy miért. Egyébként ennek a kártyának az ára most nagyon meglepett engem. Akkoriban is drága volt, de szerintem ez most még drágább lett, abszolút nem volt egyébként azóta reprintje. 47 euró. Na de most a felvirágzó isten supportok miatt valószínűleg nagyon nagy highlightot kapott, nézzük is az effektjét. Csak is fúziós idézni lehet először, vagy speciálisan megidézni az extra deckből azáltal, hogy tributálsz egy level 10-es aqua szörnyet 0 támadó ponttal. Ez a kártya egy vagy három áldozásnak számít egy tribute idézéskor. Ez a kártya nem pusztítható el csatában, és az ellenfél nem targetolhat csatára se kártya effektekkel más szörnyeket, kivéve ezt. Úgyhogy ez egy kicsit vetekszik a videónak a koncepciójával, de ez szerintem egy nagyon vicces képesség. Blue Eyes, Chaos Max Dragon. Na, várom a Blue Eyes fan nézőimnek a reakcióit. Bizony gondolom sokatok ismeri már ezt a kártyát. A Legendary Duelist White Dragon Abyss boosterben jelent meg először Ultra Rare-ként, ez a változat egyébként 3-4 euróba kerül. Ahhoz képest, hogy milyen durva kártya, szerintem nem is olyan vészes ár érte. Ezt a kártyát csak rituál idézni tudod a Chaos Form nevű kártyával, az ellenfél nem targetolhatja ezt a kártyát kártyaeffektekkel, és nem pusztítható el az ellenfél kártyaeffektjei által. Hogyha ez a kártya egy védelmi pozícióban álló szörnyre támad, akkor piercing damage-et fog okozni. Úgyhogy igen, ennek is megvan az alap megcélozhatatlan védelme, és még piercinges is. Úgyhogy bizony ez egy nagyon epic felturbózott Blue Eyes lett. És elérkeztünk az utolsó árva megcélozhatatlan szörnyünkhöz. 97-es számú Draglubion. Így van, a Battles of Legend Heroes Revenge-nek az egyedi kis kártyája abban a setben jelent meg először, új kártya volt benne, mint Number. Ennek a változatnak egyébként nagyon durván leesett az ára azóta, ugyanis jelenleg csak 3 euró, viszont voltak időszakok, amikor nagyon sok deckkel kezdte játszani, és akkor nagyon felugrott ilyen 14-től 16 euróig is az ára, de aztán most már szépen stagnál, mert jött a Ghost from the Past 2-ben is egy Ultra Rare reprint. A képessége rögtön úgy kezdődik, hogy az ellenfél nem targetolhatja ezt a kártyát kártyaeffektekkel. Levonhatsz egy anyagot erről a kártyáról, fogj két Dragon Number szörnyet különböző névvel az extra deckedben vagy a temetőben, kivéve ezt a kártyát, speciálisan idézd meg az egyiket, a másikat pedig tedd be az alá materiálként. Viszont az a hátránya ennek a hatásnak, hogy innentől fogva ebben a körben nem idézhetsz speciálisan más szörnyeket, és nem indíthatsz támadást más szörnyel, csak is ezzel az idézett szörnyel. Ezt a képességét körönként csak egyszer használhatod Draglubionnak. Ez azért eléggé durva, mert nagyon sok erős Number Dragon szörny létezik, jellemzően a Number 100-ast szokták ezzel hívni, tehát tényleg eszméletlenül fájdalmas kombókra képesek. Kaptam már nagyon csúnya OTG-kat emiatt a kártya miatt egyébként, úgyhogy mindenképpen nagyon erős kártya, hogyha nem ismerted vagy nem használtad ezelőtt, és képes vagy a 8-as rang elérésére, akkor mindenképpen ajánlom neked. Bár már ezt korábban is említettem, mivel ez a kártya említést kapott korábbi értékes kártya beszámoló videóimban, a Forbidden Droplet, azt tudtátok egyébként, hogy egyáltalán nem targetel? Ugyanis itt nagyon fontos a kártyán a megnevezés, ez a kártya csúzol, tehát itt csak egyszerűen kiválasztod. Éppen ezért a Forbidden Droplet az bizony ki tudja választani ezeket a kártyákat, és bizony durván meg tudja őket bántani. A felsorolt kártyák közül nektek megvan valamelyik? Kommentben jöhetnek a válaszok. Így 4 hónap után végre sikerült lezárni ezt a két részes kis sorozatot, de ki tudja, lehet, hogy később, hogyha kedvem támad, akkor csinálok belőle part 2-ket, és újabb unaffected és megcélozhatatlan szörnyeket veszünk elő. Örülök, hogy tetszik nektek ez a videó kategória, és köszönöm szépen a megtekintést, sziasztok!